Mi minden döntésünkkel azt szorgalmaztuk, hogy legyen idén városnapja, fogalmazott Berta Krisztián. A megyei napilap online felületén jelent meg egy írás nem azzal a címmel, miszerint idén elmarad a városnapi fesztivál Nagykanizsán. Ezt az állítást az éve önkormányzati képviselője ma cáfolta. A Sperbank csőd miatt ugyanakkor a város még mindig nehéz anyagi helyzetben van, így a politikus szerint a rendezvény halasztása valóban indokolt. A feszült hangulatú március 21-i soron kívüli közgyűlésen döntött arról a testület, hogy a polgármesteri kabinet szervezési csoportját bízza meg az idei városnapja lebonyolításával. A polgármester eredeti előterjesztésében a KKK-t kérte fel, de az idő rövidsége miatt a kulturális központ nem is pályázott a kiírásra. Most nem hivatalos írásokban a polgármester részéről felmerül az is kritikaként, hogy a kabinet elesik a szponzorációs bevételektől, 3 millió forint támogatástól, valamint az árusok helypénzétől. mikor Mikola Mária elmondta, hogy hogy ami a polgármester egyik kifogása a kabinet kapcsán, hogy hát szponzorációt nem tudnak elfogadni, a KKK sem tud elfogadni szponzorációt, tehát ugyanott vagyunk. Viszont mi a polgármesteri kabinetet azért tettük meg szervezőnek, hiszen a polgármesteri kabinetnek a feladatai között, az SMS által rögzített feladatai között nekik ott van, hogy a városi rendezvények szervezésében nekik részt kell vállalniuk. Mi ezzel bíztuk meg őket, ami az SMS-ükben le van írva, azt nem mondtuk meg nekik, hogy ne hívjanak segítséget, tehát van rendezvényszervező cégünk is, nyugodtan be lehetett volna őt is vonni ebbe a Berta Krisztián azt is elmondta, a vádaskodó polgármesteri írások megjelenése óta találkoztak Balog Lászlóval, és a személyes kommunikációja merőben más hangnemet ütött meg, mint ami a közösségi oldalon olvasható. Az éve képviselője szerint a kabinet időhúzása mellett az is indokolja a városnapja elhalasztását, hogy Nagykanizsa még mindig nem kapta meg a bankban rekedt teljes forrását. Az új időpontról viszont csak a közgyűlés dönthet ez legkésőbb 28-án meg fog történni, akkor vélhetően uh, kijelölünk egy olyan dátumot, amikor, uh, amikor uh, meg tudjuk tartani, akár a nyár, akár az ősz folyamán. Uh, csak én attól félek, hogy, hogy ezt tényleg meg is tudjuk tartani. Tehát a vírus helyzet az ne legyen olyan, hogy ne tudjuk megtartani, mert akkor megint hiába tartjuk meg, megint a, a piszkos mocskos éve lesz körülbelül a kommunikáció, megint miattunk nem lehet megtartani, holott minden döntésünkkel azt szorgalmaztuk, hogy legyen városnapja. A már említett március 21-i ülésen Balog László úgy fogalmazott: A 777 éves város megérdemli, hogy legyen városnapja. Berta Krisztián szerint az éve a képviselőit ért támadások ellenére kész együttműködni abban, hogy megtartsák a rendezvényt.